Folytatjuk a heti naplót. Elképesztő biztonsági intézkedések mellett temették el Navalnyit pénteken Moszkvában. Nagy kérdés, hogy mit indíthat el Navalnyi halála és felesége Júlia Navalnaja politikai szerepvállalása. Vajon mi lesz az ő sorsa? Mindjárt Tarjányi Péterrel beszélgetek, de előtte összefoglalunk. Péntek délután eltemették Moszkvában Alekszej Navalnyit. A világ sajtóban megjelent beszámolók szerint több ezres tömeg kísérte el utolsó útjára. A szertartás fokozott hatósági előkészületek mellett zajlott, többeket letartóztattak. Navalnyi édesanyja is jelen volt. Özvegye Júlia viszont csak a közösségi médiában tudott elbúcsúzni férjétől, mert korábban külföldre menekült. Oroszországba való visszatérése veszélyt jelentene számára. Alekszej Navalnyit Vlagyimir Putyin legnagyobb riválisaként tartották számon. Politikusként korrupciós visszaélések feltárásával foglalkozott. 2020-ban megmérgezték, kórházba került. 2021-ben visszatért Moszkvába, ahol börtönbe zárták. Február 16-án hunyt el egy északi sarkkörtől nem messze található börtöntáborban. A kiadott közleményben azt írták, hogy egy séta után rosszul érezte magát, majd azonnal eszméletét vesztette. Az orvosok nem tudtak rajta segíteni. A nemzetközi közvélemény Oroszországot emberöléssel vádolta. Navalnyi halálhíre hétfőn a Magyarország gyűlésben is téma volt. Kérem a kedves képviselőtársaimat, hogy az országgyűlés egy perc néma felállással emlékezzen meg Alekszej Navalnyiról. Tordai Bence a Párbeszéd képviselőjének kérésének ellenére a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői ülve maradtak. Orbán Viktor megköszönte képviselőtársainak, hogy nem álltak fel. Sovinisztáknak a magyar parlamentben nem járt tisztelet. És aki a grúz-orosz háború idején patkánynak nevezte a grúzokat, annak a tiszteletére mi nem állunk fel. Szintén a héten történt, hogy az Európai Unió közös határozatban az orosz államot és Vlagyimir Putyint vonta felelősségre Navalnyi halála miatt. A szavazáson 13 Fidesz-KDNP képviselőből csak 6-an vettek részt, közülük 4-en tartózkodtak, míg 2-en semmilyen gombot nem nyomtak meg. Alekszej Navalnyi 47 éves volt. Tarjányi Péter a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél. Ugye nem állt fel a Fidesz, ülve maradtak, van ennek jelentősége szerinted? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát mindenképpen az, ami a magyar parlamentben történik, az egyfajta állásfoglalás. Adott üzenet? Esetben üzenet, így van, amiben azt látja a külföld, hogy mit lát a kormányzat adott esetben helyesnek, értékesnek vagy értéktelen. A külföld alatt mit értesz? Ezt látja Putyin, vagy ezt látja a nyugat? Mindenki. Tehát a nyugat is látja. Nyilván, András, ennek üzenete volt a nyugat felé is. Tehát Európában és szerte a világon több ilyen megemlékezés volt parlamentekben, ahol politikusok állásfoglaltak, ellenzékiek. Kevesen posztoltak aznap Lavrovval, mint ahogy Szijjártó egy ilyen nevegyelős fotót. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly üzenet volt, amiben azt láthattuk, hogy mit gondol a kormányzat egy orosz ellenzéki haláláról, akit novicsokkal mérgeztek meg, aki csak egy a sorban, hiszen rengeteg oknyomozó újságírót, volt hírszerzőt, ellenzéki politikust, tényleg hihetetlen sok emberről beszélünk, öltek meg, vagy haltak meg. Sovinista volt szerinted, vagy ugye gondolom láttad az HBO-n a filmet, nyilván láttad, és ugye ott ő úgy fogalmaz, valahogy azt próbálja súlykolni, hogy ő egybe akarta tömöríteni Putyin ellenfeleit, és ezért bizonyos helyzetekben próbálta őket megszólítani. Sovinista volt szerinted? Én nem ilyen szempontból közelítek. Számomra az volt lényeges, hogy a grúzok mit mondanak, és a grúzok azt mondták, hogy egy hihetetlenül értékes orosz ember, egy ellenzéki ember veszett oda, akinek egyébként megbocsájtották ezen kijelentéseit, mert hogy ő elnézést kért ezért. Tehát számomra ez a mértékadó, és azt nem lehet elvitatni, hogy egy olyan hatalomról beszélünk, amely hatalom az ellenzékieket, a másként gondolkodókat börtönbe veti, és ne Oroszországról beszéljünk, András, beszéljünk bárhol a bolygóról. Én azt gondolom, az egy értékválasztás, amikor azt mondjuk valamire, hogy bárkinek, ha más a politikai véleménye, a gazdasági, a vallási, bármilyen fajta véleménye, azért nem, azt nem lehet börtönbe zárni, és azt nem lehet megölni. És ilyen szempontból ez lehet azt jelenteni, hogy megölték? Én azt gondolom, hogy igen.
Igen, tehát... Az ukrán titkosszolgálat azt mondta, hogy természetes halála halt meg, de hát nyilván ezzel kellett jutni. Én ebben nem hiszek. Tehát azt érts, hogy egy ilyen mértékű információ kiszivárgást egy hírszerzési vezető nem jelent be. Ez egy nagyon jó kijelentés volt az ukrán hírszerzés oldaláról, hiszen ők olyan helyzetből tudtak információt gyűjteni, amiből sem az MI6, sem a CIA nem tudott. Pont ezért nem hiszem el ezt a mondást, de teljesen mindegy, hogy mit nézünk ilyen szempontból. Az van, amit te mondtál, egy hatalom bezár egy embert azért, mert egyszerűen politikailag másként gondolkodik, és ez az ember meghal a börtönben úgy, hogy ezt az embert néhány évvel korábban például idegméreggel meg akarták ölni. Nem tudom, miről beszél. Te úgy gondolod, hogy megérdemelte volna az egy perces néma csendet a magyar parlamentben is. Igen. Ugye volt Politkovskaja, Nemcov, Litvinenko, Skripal, Prigozsin, Navalnyi, meg nem tudom hány milliárdos, akik vagy tisztázatlanul körülmények között haltak meg, vagy pedig kivégezték, megölték őket. Mi vár most a feleségre? Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy kockázat, hogyha ő bármilyen fajta politikai pályát elindít. Azt kell látnunk, van két gyerekük, ugye egy kis fiú és egy kislány, ugye a lány az idősebb. Kijelentette, hogy folytatja a férje örökségét. Én értem. Számomra az volt egy nagyon fontos visszajelzés, amit például egy bolgárok nyomozó újságíró, aki egyébként együtt dolgozott Navalnyival több ügyben, belső információkban megtudott, és ezek az információk arról szóltak, hogy az ellenzékiek és a másként gondolkodók Oroszországban nincsenek biztonságban, és ehhez kapcsolódóan Putyin elnök és környezete nem gondolja másként, hogy ezeket a helyzeteket demokratikusan kellene megoldani. Ami azt jelenti, hogy továbbra is fennáll... Külföldről, számüzetésből, valamelyik Európai Uniós országból ő nem tudja megszervezni a... Én azt gondolom, hogy... politikai ellenállás. Egy ellenállás mindenképpen a helyszínen kell, és lehet jól megszervezni. Nyilván tud kommunikálni András külföldről is, de nyilván nem olyan hatása van. Nem véletlenül volt az is, hogy Navalnyi hazatért, tehát pontosan felmérte ezt, és ott volt mellette a feleségeként, hogy mik voltak azok az érvek, ami miatt visszatért Oroszországba. Kívülről nem lehet Oroszországban változást hozni. Ha megnézed a közvéleménykutatási adatokat is, tudom, hogy erre mindenki felsziszem, mert nyilván rossz közvéleménykutatók, hogy hogyan lehet közvéleménykutatni, de ennek ellenére a közvéleménykutatási adatok azt mutatják, hogy vidéken Putyin elnök hihetetlenül erős, 80% fölött van a támogatottsága. Nézd meg a háborút, több százezer. Tehát, hogyha mondjuk nem pontos a közvéleménykutatás, és tévednek 20-30%-ot, akkor is... 50-60% abban az esetben ez az eredmény. Nézd meg a háború kapcsán is, 85%-a az orosz társadalomnak támogatja az orosz elnököt abban, hogy folytassa az ő általa különleges hadműveletnek, de egyébként háborúnak nevezhető valamit. Téged meglepett különben, hogy viszonylag nyugodtan zajlott a temetés, és egyáltalán odaengedték a gyászolókat napokon keresztül, és senkit nem szabályoztak abban a tekintetben, hogy mennyi ideig maradjon a sírnán. Tehát ott volt a rendőrség, a titkos rendőrség, orrlövészek mindenhol, mesterlövészek, de... nem történt semmi. Pontosan fölméri mindig a hatalom, hogy kommunikációs szempontból hol kell egy picit engedni, és hol van az, ahol közbe kell lépni. Azt látták, hogy most ez egy olyan kiemelt esemény, amire nyilván, hát mi is beszélgetünk róla, rácsatlakozik a világ. Most, ha ezen az eseményen valamifajta brutális fellépés történik, az háromszor megkerüli 10 másodperc alatt a bolygót az a képsor. Tehát pontosan tudták, hogy ezt engedni kell, de könyörgöm, Oroszország nem lett jobb hely. Az ellenzékiek, a másként gondolkodók ugyanúgy bajban vannak, és egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak. Ha megnézted ezt a filmet, ott van a környezetében ügyvédek, aktivisták, akik segítették a munkáját. Ezeknek egy jó része, 50-60%-uk szerintem már ugyancsak börtönben van, tehát hogy őket is elkapták. Én ezért mondom azt, hogy nagyon óvatosan kell a családnak ehhez az egész kérdéshez állni. Elhiszem, hogy a feleség oldaláról abszolút érzelmileg benne van az, hogy szeretné ezt továbbvinni, de az orosz hatalom teljesen másként gondol. Nekünk arra emlékszel, hogy Politkovskaja meggyilkolásánál valami olyasmit mondott Putyin, nem szó szerint idézem, hogy a halálával tulajdonképpen nagyobb kárt okozott, mint a korábbi életének az egész munkásságával. Hát ő nyilvánvalóan egy kicsit távol akarja magát tartani a politikai gyilkosságoktól. Ez vonatkozik a mostani helyzetre is?
Számomra az volt mindig egy fontos jelzés, hogy a Kreml nem nevezte nevén soha Navalnyit. Ha megnézed Putyinnal, számtalan kérdést kapott, soha nem ejtette ki a nevét a száján. Mindig egy olyan állampolgárként, aki valamit tesz, de nem ejtette ki Navalnyi nevét. Egyszerűen terhes lett az orosz hatalomnak, a Kremlnek és Vlagyimir Putyinnak személyesen is Navalnyi és tevékenysége, és most egy olyan helyzet van, amiben egyszerűen Oroszország érzi azt, hogy mindenre oda kell figyelniük. Igaza van Navalnyinak abban, hogy valójában az oroszországi elit fél a változástól, fél attól, ami most zajlik Oroszországban, de ez nem tart még ott. Véleményem szerint nem mérte föl jól Navalnyi, hogy visszatért Németországból, ugye a novicsokos mérgezés után Oroszországba, mert úgy érezte, hogy valamilyen fajta védelmet kap azáltal, hogy az egész világ ismeri a nevét. Már nem ez volt a kommunikációja. Tudom, de ennek ellenére én így szakmai szempontból úgy érzem, hogy ezt másként kellett volna csinálni. Oroszország pedig pontosan tudta azt, és nevetséges volt ez az indok, hát azzal indokolták a letartóztatását, az első letartóztatását a visszatérésekor, mert hogy nem jelent meg határt, nem tudott megjelenni, mert novicsokkal megmérgezték, könyörgöm. Tehát, hogy jelent volna meg. És kapott 19 évet, ugye. Igen. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Lehetne még erről hosszan beszélgetni. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy ártott-e Putyin népszerűségének, azt mondtad, hogy nem valószínű. Szerintem nem. Nem valószínű. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.